Az elmúlt napokban ellenzéki képviselők részéről az államfő személyét sértő megalapozatlan állítások hangzottak el, így reagált a miniszterelnökséget vezető miniszter azokra az ellenzéki támadásokra, amelyek szerint az országgyűlésnek nem kellene elfogadnia az Áder János illetmény emeléséről szóló javaslatot. A módosítás ellen nemrég a DK és a szocialisták is szót emeltek, miközben az MSZP frakciójából saját fizetésemelésüket többen is megszavazták tavaly júliusban. A törpe frakciók vezetői ma 500 000 forinttal keresnek többet a köztársasági elnöknél, ez szerepel a miniszterelnökséget vezető miniszter közleményében. Gulyás Gergely arra hívta fel a figyelmet, hogy a Párbeszéd, az LMP, a DK, az MSZP és a Jobbik politikusai is magasabb illetményt vihetnek haza, mint Áder János, mert amikor a képviselői béremelésekről szavazott az országgyűlés, akkor az ellenzéki politikusok jelentős része támogatta saját fizetésük megemelését. A parlament tavaly júliusban fogadta el a képviselői illetmények növeléséről szóló javaslatot, amire akkor a Jobbik teljes frakciója, a szocialisták közül a Párbeszéd frakciójában ülő Burán Sándor, az MSZP frakcióból pedig Bangóné Borbé Ildikó, Hiszékeny Dezső, Molnár Zsolt, Varga László, valamint a frakció vezető helyettes Harangozó Tamás is igennel voksolt. Csak hogy míg Harangozó Tamás magának emelt fizetést szavazott, addig a köztársasági elnöktől már sajnálja ugyanezt. November közepén egyik parlamenti felszólalásában kérte számon, hogy az országgyűlés növelné Áder János fizetését, Harangozó Tamás mellett pedig a DK is szót emelt a módosítás ellen. Az ellenzéki frakciók vezetői saját tevékenységük alapján indokoltnak tartják-e, hogy havonta 500 000 forinttal többet keresnek, mint a köztársasági elnök? A miniszterelnökséget vezető miniszter a támadásokra reagálva ezt kérdezte az ellenzéki pártok politikusaitól, majd hozzátette, a szocialista frakció úgy nyilatkozott, hogy a fizetésemelésük összegét jótékony célra fordítják. Így felmerül a kérdés, hogyha betartották ígéretüket, akkor pontosan mekkora összeget ajánlottak fel adományként és kinek. A saját fizetésemelésükre igennel szavazó frakció képviselőit az M1 is megkérdezte arról, hogy valóban jótékony célokra fordították-e a jövedelem többletet, és arról is, hogy saját megítélésük szerint ők maguk megérdemlik-e az emelt bért. Megkeresésünkre azonban adásunkig a Jobbik és az MSZP sem válaszolt.